Start! Start elindult a dr. Borostyánkölyi Tamás emlékezés, egy első előfutam, hogy az első négy helyzet jut majd be a döntőbe, és hát a favorit szenzációsan kezd, nem feltétlenül volt ez jellemző mindig Zirdi Zsiri Fákóra, tehát ezúttal ezt is megteszi, és már a startot követően az első kanyarra érve Veljko Mazsi kidomítottja az éren. Mögé zárkozik Rocky HR, aztán a harmadik pozícióban egyelőre Urzulin, majd King's Call újráz, és Timoko RL a sor végén. Nem volt hibázó ló, a Rocky HR-t leszámítva libasorba versenyez az első előfutam mezőnye, és hát a sáros pályához képest egészen jó tempót diktál a favorit Zirdi Zsiri Fákó, előnye nagyjából 2-3 oszra tehető, amikor az első egyenes közepén jár a csapat, mögötte bent a falon Urzulin a második, kívül Rocky HR, belül pedig King's Call követi, újra az egyre közelebb, és a sor végén most már Timoko RL sincs annyira messze. Nagyon jó volt az első részidő 0-7, ami még száraz pályán is megsüvegelendőnek mondható. Aki vezet továbbra is Zirdi Zsiri Fákó, mögötte egy tömör mezőny, bent a falon Urzulina, aztán ki a második spúrba Rocky HR mögé, egyébként újráz is, és ugyanezt teszik Timoko RL-el is, tehát a mezőny abszolút ketté vált. Ebből az előfutamból az első négy helyezett jut majd el a döntő futamba, tehát itt a továbbjutás is a nagy-nagy kérdéseket, kérdőjeleket vett föl. Zirdi Zsiri Fákó egyelőre biztos továbbjutónak tűnik, hiszen ő az, aki hozza a mezőny. Mögötte pedig ott van Urzulina, második spúrusok közül Rocky HR látszik előrébb, King's Call, aztán újráz, illetőleg Timoko RL, ő sincsen kiszakadva akkor, amikor érkeznek az utolsó kanyarhoz. Alapvető változás nincsen, de a kanyarban egészen biztosan megindítják majd a támadásokat a vezető Zsiri Fákó ellen. Kérdés, hogy mire jutnak, mert mintha egy kicsikét növelné is az előnyét, egyedül Urzulina tapad rá. Így van, hát nagyon meggyőző Zirdi Zsiri Fákó, 2-3-as forral fordul a kanyarra, Urzulina mögül Rocky HR kezd egy kicsit visszafelé venni, újráz indul a háttérben, és bizony Timoko RL is begyújtja a rakétákat, King's Call pedig most visszacsúszik az utolsó, a hatodik helyre. Az utolsó 200 méterre érve Zirdi Zsiri Fákó mindig maga biztosan uralja a versenyt, újráz megérkezik, most már újráz ott van a második helyen, bent a falon Urzulina védekezik Timoko RL is közel van Rocky HR egyetemben, 100-nál úgy tűnik, hogy Zirdi Zsiri Fákót nem lehet megfogni, a favorit végig vezetve megnyeri a dr. Borostyánkölyi Tamás emlékverseny első futamát, Zirdi Zsiri Fákó a nyerő, újráz a második, Timoko RL a harmadik, és Urzulina lesz a negyedik, még továbbjutó, ötödik Rocky HR, hatodik az elfáradt King's Call.